Üdvözlöm a nézőket, friss napszemle kezdődik, lássuk, mi mindenről lesz szó. Idén is gyűjtést szervez a Gyergyó TV, a hajléktalan szálló és anya otthon számára várjuk adományaikat. A koraszülöttet nevelő családokra figyelnek, a koraszülöttek hete alkalmából több rendezvényt szerveznek. Továbbra is őrzi vezetőhelyét a Gyergyószentmiklósi VSK felnőtt csapata a megyei bajnokság keleti csoportjában. Mint azt nézőink már megszokhatták, a Gyergyó TV minden évben az ünnepek közelettével jótékonysági akciót szervez. Idén is megszólítjuk a városlakókat, hogy segítsünk együtt azoknak, akik nehéz körülmények között élnek. A hajléktalan szálló és anya otthon számára gyűjtünk tartós élelmiszert és ágyneműt. Bármilyen kis segítség nagy jelentőséggel bír, közösen tehetünk azokért, akik nélkülöznek. Hajléktalanokon, gyerekeikkel fedél nélkül maradt édesanyákon szeretnénk segíteni idei adománygyűjtő akciónkkal is. A Kossuth Lajos utcai hajléktalan és anyaszálló lakói mind alacsony jövedelemből, vagy teljesen jövedelem nélkül tengetik mindennapjaikat, a szállón viszont gondoskodnak ellátásukról. Az intézményt az Ora International segélyszervezet tartja fenn pályázatokból, adományokból. Most 30-an laknak az épületben, 17-en vannak a hajléktalanok, az emeleten pedig édesanyák nevelgetik gyerekeiket. Szigorú szabályok érvényesek az otthon lakóira, amelyeket mindenkinek be kell tartani. Másképp lehetetlen lenne ennyi különböző környezetből érkező ember együttélése. Az az elsőrendű dolog, hogy egymásnak az elfogadása. Mert itt mindenki más-más gondokkal jön be, más-más környezetből kerül be. Első héten kínlódunk mi is, ameddig összeszoknak, összekovácsolódnak a bújaik, bánataikat, el tudják egymásnak mondani, hogy megértsék, hogy tulajdonképpen ki miért is került ide az otthonba. De utána megvannak jól, mindenkinek megvan a feladata, beosztást csinál a vezetőnő, orsolja, ő nagyon ügyesen koordinálja az egész tevékenységüket, úgyhogy a gyerekeket viszik óvodába, napközibe, még eljárnak egy-egy órára valahova dolgozni, akinek van lehetősége rá, úgyhogy ők úgy magukban megvannak. Tehát itt különben mindenük megvan, itt háromszor kapnak ételt, úgyhogy reggeli, ebéd, vacsora van, mosnak nekik, külön mosókonyhájuk van. A mosókonyhában viszont úgy végezik a mosást, hogy felváltva mosnak, aki ért is a mosógéphez, hogy nehogy tönkre tegyék a mosógépet, azoknak nem kapnak más feladatot, annak a mosása plusz feladata. A szállót folyamatosan fejlesztik, hogy emberi körülményeket biztosítsanak a lakóknak. Nyáron játszótér elemeket szereztek be pályázatból, amely nagy segítség volt a gyerekek lefoglalásában a vakáció alatt. Már tavaly télen gázzal fűtötték az épületet, most a melegvíz előállítását tenné gazdaságosabbá. Hát azt elmondtuk, hogy tavaly a német alapítványnak a jó voltából van gázfűtésünk most, úgyhogy a fát az csak pótléknak használjuk, amikor nem kell, vagy meleg vizet csinálunk vele, de van gázfűtésünk, úgyhogy ez egy óriási nagy dolog, és most az idén, ha jó, minden jó sikerül, akkor gyűjtést csinálnak újra. Szolárt szeretnénk a meleg víznek, hogy az áramot ne kelljen fogyasztani. A pince nem üres. Zöldséget, burgonyát kaptak adományba és vásároltak is. A bentlakók pedig gondoskodtak arról, hogy megfelelően legyenek tárolva, kitartsanak minél tovább. A polcokon még a televíziónk által gyűjtött tavalyi adományból kerül néhány csomag száraz tészta és kukoricaliszt. Az idei felajánlásokat is bizonyára jól beosztják majd. Idén is tartós élelmiszer felajánlására szólítjuk nézőinket, illetve ágyneműt, takarót és húzatokat is szívesen fogadunk. Ezekre is szükség lenne most az intézménynél. Ügyfélszolgálatunkon reggel 9 és 16 óra között adhatják át, amivel segíteni szeretnének. Az otthon lakói nevében előre is köszönjük.
A büntetőkamat eltörlésében részesülnek azon a magán, illetve jogi személyek, akik 2018 év végéig felgyűlt adósság alapösszegét december 15-ig törlesztik, így tiszta lappal kezdhetik az új esztendőt. Több száz magánszemély és jó néhány vállalkozás és szervezet számára jelentős kedvezményt jelent ez. Az érintetteket arra kérik, mi hamarabb tegyék le az erre vonatkozó kérést, ha élni szeretnének a kedvezménnyel. A koraszülöttekre hívják fel a figyelmet a gyulafehérvári Caritas korai nevelőközpontjának munkatársai. A koraszülöttek nemzetközi napja alkalmából szerveznek programokat több helyszínen. Városunkban a koraszülöttek hetének első megmozdulásaként a városi kórház bejáratához plakátokat helyeztek el, melyekkel céljuk az, hogy érzékenyebbé tegyék a téma iránt az embereket. November 17-én van a koraszülöttek világnapja, és ehhez kapcsolódva szervezzük meg több helyszínen is a koraszülöttek hetét. A gyergyói rendezvényünk legelső eseménye ezen plakátok, ezen bannerek kitétele, ami egy picit a nagy közönségnek szól. Szeretnénk, hogy a jelenséget, a koraszülött jelenségét egy kicsit, tehát erre a jelenségre egy kicsit érzékenyíteni az embereket, ugyanis ez nem csak azokat a családokat érinti, ahol koraszülött baba van, hanem bármelyikünk érintve lehet, ugyanis bármelyikünk környezetébe születhet egy kisbaba, és akkor a családnak nagy szüksége van a támogatásra. A rendezvény alkalom arra, hogy a koraszülöttet nevelő családokra irányítsák a figyelmet, valamint arra is, hogy köszönetet mondjanak a koraszülöttekért küzdő egészségügyi szakembereknek. Azért választottuk a kórházat, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a családok mellett nagyon sok segítő szakemberre van szükség, és a legelső segítők tulajdonképpen úgy a kisbaba, mind a családnak az orvosok, az ápolók, tehát az egészségügyi szakemberek, akik megvívják az első harcot, és segítik az első lépéseibe. Ezzel is szeretnénk fejet hajtani, köszönetet mondani feléjük, és jelezni azt, hogy az együttműködésbe, a család körül kialakított hálóba mekkora erő és potenciál rejtőzik. Tegnap a programok sora is elkezdődött, gyógytornász vezetésével beszélgetésre került sor, melynek témája a mozgásfejlődés volt. Holnap 17:30-tól a Mártonáron Szociális Központban újabb beszélgetést tartanak. Ezúttal a beszédfejlődés a téma, meghívott szakember pedig Szabó Blanka gyógypedagógus. Pénteken kerül sor a rendezvény legfontosabb eseményére. Az érdeklődők ellátogathatnak a Városi Kórház újszülött osztályára, valamint a szülőszobába is bepillanthatnak dr. Fehér Dája Emőke gyermekorvos vezetésével. A program 17 órakor kezdődik. Minden érdekelt, érintett személyt szívesen látnak az eseményre. A Parlamenti Munkaügyi Bizottság tagjai tegnap egyeztetésre hívták az új munkaügyi tárcavezetőt, Violeta Alexandrut a minimálbér emelésének terve kapcsán. A bizottságban azt szorgalmazták, hogy a végső döntés meghozatala előtt legyen egy teljes körű egyeztetés, üljenek egy asztalhoz a döntéshozók, a patronátusok és a szakszervezetek képviselői. Az Orbán kormány terve, hogy november végéig elfogadja az országos minimálbér emeléséről szóló jogszabályt, és az előző Peszedi kormány által is javasolt 100 lejes minimálbér emelést bevezesse. A biztonságban két keréken közlekedésbiztonsági program 10-18 éves határon túli magyar fiataloknak projekt keretében 11 erdélyi iskola több mint 1000 diákja részesülhetett a balesetmentes közlekedést segítő oktató tanfolyamban. Isti mennyi? Mennyi?
A Continental Safety Hungary motorkerékpár vezetéstechnikai képzés keretében évente több mint 1300 motorost oktatnak, valamint idénre már közel 40 ezer 8 és 18 év közötti diák számára szerveztek közlekedésbiztonsági foglalkozásokat, melyen képzett oktatókkal hívják fel a tanulók figyelmét a korosztályukat leginkább érintő közlekedési veszélyhelyzetekre és azok lehetséges elkerülésére. A mi cégünk az nagyon régóta foglalkozik a motoros közlekedés biztonsággal, és együtt dolgozik Magyarországon a rendőrséggel, azon belül is az Országos Baleset Megelőzési Bizottsággal, és hát velük közösen ültünk le arról beszélgetni, hogy az egy része a programnak, hogy a már jogosítványal rendelkezőkkel foglalkozunk, de mennyivel hasznosabb lenne az, hogyha már a gyerekeknél elkezdenénk a közlekedés kultúrára nevelést, és a közlekedés szabályainak megismertetését. És ráadásul a baleseti statisztikák is azt igazolták, hogy ennek a munkának fontos értelme volna. És mivel ezt 10 évvel ezelőtt elkezdtük Magyarországon, és nagyon sok diákot értünk el, túl vagyunk a 30 ezer oktatott diákon, ezért elkezdtünk gondolkozni azon, hogy esetleg a határon túl is volna ennek értelme, és a magyar településeket végig lehetne járni ezzel a programmal, hiszen itt is nagyon fontos, és a többi településen is nagyon fontos lehet az, hogy a közlekedés biztonsággal ilyen kicsit kötetlenebb módon, de mégis figyelemfelkeltő módon megismerkedjenek a diákok. Ez Japánban a Honda által lett kifejlesztve, és megvásárolható természetesen. Nem gondolnám, hogy egy családi pénztárcához van mérve, sajnos ezek sokkal drágábbak. Nekünk van belőle 10 darab, és azzal járjuk az országot. A Safety Hungary a motoros oktatási anyag elméleti részét továbbfejlesztve és kiegészítve 2011-ben kezdte el oktatni a középiskolásokat, a rendőrséggel karöltve, hogy a fiatalokat felkészítsék a mindennapos közlekedésre. Szinte azt lehet mondani, hogy mindenki biciklizik itt az iskolába, tehát hogy most iskolában nem mindenki biciklivel jött, de használják, úgyhogy ez nagyon fontos volt, hogy a táblákat ismerjék, hogy az útnak melyik a részén kell közlekedjenek, illetve milyen felszerelések kellene legyenek egy bicikli esetében, éjszaka mellényt hordjanak, ilyesmi. Viszont úgy gondolom, hogy azért vannak szülőknél otthon, akik beülnek a játékból is egy autóra, vagy egy motorbiciklire, ha nem is használják a gyakorlatban, de azért beülnek, kipróbálják, megnézegetik is. Jó, hogyha tudnak róla, hogy ezek miben következményekkel járnak. Pozitív visszajelzések azt mutatják, hogy az előadást formája a diákok számára is élvezetes és tanulságos. Szerintem hasznos volt, mert sok mindent megtudtam, amit nem tudtam eddig, és azt is jó volt, hogy érezzem, hogy van olyan dolog, amit tudok. Nagyon tetszett nekem, sok érdekességet tanultam, és így könnyebben megy majd a közlekedés. Te mivel közleked? Hát leginkább biciklivel szoktam, de úgy, hogy szülőkkel. A diákok a balesetmegelőzési oktatóórát egy pár kérdésből álló kitöltendő kressztesztel kezdik és végzik, amely még izgalmasabbá és érdekesebbé teszi az interaktív módon felépített, humoros, kicsikhez és nagyokhoz egyaránt szóló oktatást, melynek végén motoros szimulátorok segítségével minden diák próbára teheti tudását a gyakorlatban is. A Szociáldemokrata Párt jövő év februárjában bizalmatlansági indítványt nyújtana be a Ludovik Orbán vezette liberális kormány ellen, erősítette meg az este Viorikádon Csilla pártelnök. A román televízió tegnap esti műsorában kifejtette, pártja az Orbán kormány által tervezett megszorító jellegű kormányprogram miatt nyújtana be bizalmatlansági indítványt. Nagy érdeklődés övezte a Sepsiszentgyörgyön tartott 31. népzene és néptánc találkozót. Több mint 600 gyermek és felnőtt néptánc együttes előadó, illetve zenész lépett színpadra. A székelyföldi és magyarországi produkciók, a programok és a kísérő események közel 3000 érdeklődőt vonzottak. A Sepsi arénában kialakított színpadon lépett fel a népzene és néptánc ünnepén több száz gyermek. Az Aprók báljában kükülömenti, sóvidéki, mezőségi, szilágysági, csávási és szatmári táncokat mutattak be. Nagyon fontos, itt ők találkoznak, a megye különböző pontjairól eljönnek, díszvendégeink voltak Gyímesből, egy gyímesi lakodalmast láthatott a nagy érdemű, ők is gyönyörű viseletekbe ide érkeznek, találkoznak ezek a gyerekek, egymást megnézik, gazdagodnak, és hát ugye a népi hagyományaink lángját,
szítjuk. A tavaly a 30. után nem gondoltuk volna, az idén is ilyen sokan eljönnek. Az aréna folyosóján kézművesek árulták portékáikat, a falakon neves gyímesi és moldvai muzsikusokról készített fotótárlat várta az érdeklődőket. Két kiadványt is bemutattak, az erdélyi néptánctudás tárát és egy dalos könyvet, amelyet a tavaly elhunyt Kallós Zoltán mezőségi gyűjtéseiből állítottak össze. A rendezvény kiemelkedő programja a 6. székelyföldi legényes verseny volt. Az idei legényes Mérai és Muszka Győrről szól, nagyon jól teljesítettek a legények, 12-en voltak. Voltak a határon túlról is, voltak a Maros megyéből, és persze természetesen Hargita megyéből is. Ami nagyon fontos az az, hogy a zsűri tagja volt Muszka Győr, Muszka Ilona, tehát az ő tánca is volt a feladat, és így élőben láthatták Muszka Győr táncát, és majd úgymond véleményezést is kapnak, hogy a fiatalok hogyan kéne még csinálják. A zenészek idén is megtartották a jótékonysági koncertjüket, azoknak az idős mestereknek gyűjtöttek, akiktől népzenei tudásuk legjavát tanulták. Pap István Gázsa prímást is köszöntötték, aki idén töltötte 60. születésnapját. A találkozó a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Táncrapszódia című folklor műsorával és hajnalig tartó táncházzal zárult. Hargita megyében nőtt a szociális védelmi rendszerbe kerülő gyermekek száma. A Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság igazgatója Elekes Zoltán elmondta, a tavalyi 38-ról mostanra 53-ra nőtt a szociális védelmi rendszerbe kerülő gyermekek száma. Éveleje óta 19 gyermeket hagytak ott a kórházban, közülük 15-en nevelőszülőkhöz kerültek, 4 esetben meggyőzték a szülőket, hogy vigyék haza őket. A többieket a család szociális helyzete miatt kellett nevelőszülők gondjaira bízni. A Hargita megyei állami és magánszociális védelmi rendszerben jelenleg mintegy 1300 gyermek van. Az időjárási viszonyok kedveznek a labdarúgásnak, így továbbra is tart a megyei bajnokság. A keleti csoport 10. fordulójában gyergyói rangadót rendeztek, és még további 2 fordulót is lejátszanak a csapatok november folyamán. A Szent Miklósi Gárda őrzi első helyezését. A Szárhegyi Bástya látogatott a Gyergyószent Miklósi stadionba az elmúlt hétvégén, s rangadóhoz méltó összecsapást láthattak a kilátogató foci kedvelők. Már az 5. percben vezetéshez jutottak a vendégek, a VSK pedig hiába pörgött fel, egyenlíteni csak közel fél óra után tudott Szőcs találatával. A félidőt jelző sípszó előtt Kovrig Alin is feliratkozott a gólszerzők listájára, így viszonylag nyugodtan mehettek pihenőre a Szent Miklósiak. A második félidőben is váratott magára az első találat, 15 perc után aztán ismét Szőcs villant, de a többnyire gyors ellentámadásokra építő szárhegyiek hátránya egy öngól révén csökkent. Negyed órával a vége előtt 3-2 volt az állás a VSK javára. Az összecsapás utolsó 7 percében Szőcs 4-re növelte találatainak számát, ezzel pedig egyértelművé tette a hazaiak győzelmét, 5-2 arányban nyerte a VSK a gyergyói rangadót. A Bástya jelenleg a 10. a rangsorban, a VSK pedig 25 ponttal továbbra is a tabella élén áll, 4 ponttal megelőzve az egy mérkőzéssel kevesebbet játszott csicsóiakat. Ezen a hétvégén rendezik a 11. forduló mérkőzéseit. A VSK Gyímesbükkön lép pályára, a Bástya pedig szombaton délután hazai környezetben a Domokosi Együttessel mérkőzik. A bajnokság 12. fordulóját is lebonyolítják ebben a hónapban, aztán pedig, amennyiben az időjárási viszonyok engedik, a Román Kupa megyei szakaszának 3. körét is megrendezik november végén. A VSK idegenben Zetelakán fog mérkőzni, a szárhegyiek pedig a maroshévíziekkel harcolnak majd a továbbjutásért. Thank you.
még egyszer röviden a nap fontosabb témáit. Idén is gyűjtést szervez a Gyergyó TV, a hajléktalan szálló is anya otthon számára várjuk adományaikat. A koraszülöttet nevelő családokra figyelnek, a koraszülöttek hete alkalmából több rendezvényt szerveznek. Továbbra is őrzi vezetőhelyét a Gyergyószent Miklósi VSK felnőtt csapata a megyei bajnokság keleti csoportjában. Reklám után a fit percek jönnek, majd a Székely konyhát láthatják. Napszemle holnap is lesz, várjuk Önöket a képernyők elé, viszontlátásra!